Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Vári góljával 1-0-ra nyert a Vác ellen a kisvárdai futballcsapat. Elindult a Hiszek benne Sport harmadik alprogramja. Kiesett a Szuperligából a Nyíregyházi Tekeklub együttese. Két győztes meccsel zárt a dunántúli túráját a nyíregyházi kosársuli. 18 érmet szereztek a megyebeli úszók a Diákolimpia döntőjében. Győzött és megőrizte 9 pontos előnyét a Sparival szemben a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese a legutóbbi fordulóban Vári góljával 1-0-ra nyert a Vác ellen. Úgy néz ki, hogy most már hozzá kell szokni ezekhez az irreális körülményekhez. Igazából csak egy héttel ezelőtt volt jó az időjárás. Nagyon nehéz talajú pályán játszottunk egy jó ellenféllel. Nagyon sokat kellett tenni, sokat kellett dolgozni azért, hogy meg tudjuk nyerni ezt a mai találkozót. Tettek is ért a játékosok, rengeteget. De az ellenfelünket is dicséret illeti, mert amikor megvolt a labda, akkor nagyon szervezetten és jól futballoztak, és ezért ez emeli a győzelmünk értékét, hogy egy jó Vácot sikerült legyőznünk a mai napon. Egy nagyon értékes győzelmet aratva ezzel. Nekünk mi volt a célunk? Az, hogy megnyerjük a találkozót bármi áron. Teljesen mindegy, hogy milyen formában meg kell nyerni a találkozót. A múlt vasárnap arról beszéltünk, hogy 3 meccset játszódunk a héten, abból a lehető legtöbb pontot be kell gyűjteni. Mivel Békés Csabán x-eltünk, ezért a 7 pont volt az a maximum begyűjthető, ami lehetőség volt számunkra. Az, hogy így alakult az időjárás, nyilván kicseréltünk néhány embert a szerdaihoz képest, De ez nem változott semmit. Mint ahogy lehetett is látni, amikor megvolt a labda, akkor mentünk előre, amikor az ellenfél hagyta, nyilván. Mi is megpróbáltuk megnehezíteni az ő dolgukat. Ez egy nagyon küzdelmes mérkőzés volt. Hozzá kell szokni ezekhez. Nyilván itt tétre megy a játék, nyomás alatt kell futballozni, de szerencsére meg tudtuk szerezni a győztes gólt. Utána rögtön volt egy másik, és ott el is dőlhetett volna a mérkőzés sorsa. Aztán a végére még maradt izgalom, mert egy nagyon szabadrúgás még az Illésnek védeni kellett, ami nem volt könnyű védés, de hát most azt mondjuk azért áll a kapuba, hogy védjen. De csalódott lettem volna, hogyha esetleg az bemegy, és x-el zárjuk a mérkőzést, nem mintha az ellenfél nem érdemelte volna meg, de hát ne itt, majd legközelebb. Én úgy gondolom, hogy nagyon becsületesen játszottunk, megtettünk mindent azért, hogy sikerüljön pontot szerezni. Ugye nálunk hozzá kell tenni, hogy ugye mi ugye 7 nap alatt 3 meccset játszunk, nekünk a keretünk 15 főből áll, amiből 7 fiatal van. Tehát ezt nagyon nehéz így végigcsinálni. Ugye konkrétan az első sorból, az első 4 támadóból 3-an már nincsenek, vagy sérülés, vagy eltiltások miatt. És azért is vagyok büszke a srácokra, hogy így, hogy ennyi fiatallal sikerült egy szoros eredményt elérnünk egy jó kisvárda ellen. 150 millió forintos pályázati kerettel elindult a Hiszek benne sportprogram harmadik szabadidősportot támogató alprogramja, jelentette be Nyíregyházán Szabó Tünde, Sporthét felelős államtitkár. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ismét itt vagyunk, hiszen ennek a programnak már az első-második ütemben is óriási sikerrel zajlik. Ennek megfelelően az igényeket hoztuk, és a tártkapus program született meg a harmadik alprogramjaként ennek a országos programsorozatnak, ami azt jelenti, hogy nyissuk ki a sportlétesítményeinket, és ingyenesen programokat hozzunk bele, akár fiataloknak, akár idősebbeknek, vagy hogyha van olyan létesítményünk, amelyeket szívesen használnának, akkor legyen lehetősége a különböző korosztálynak is mozgásgazdagon használni, hiszen hogyha megnézzük, hogy a Mozdulj Nyíregyháza milyen sikeresen megy itt évek óta, 2011 óta, az azt jelenti, hogy igenis nem csak a fiataloknak és a családoknak kell biztosítani, hanem minden korosztálynak.
Mi a tapasztalat egyébként, mekkora igény van erre? Ugye a sportbarátok a e-sportot ismerik, a sporteredményeket ismerik, viszont akik nyitott szemmel járnak, látják itt Nyíregyházát és mindenit, hogy rengetegen kocognak, kerékpároznak, futballoznak, mozognak, teniszeznek. Igen, sokszor meg szokták tőlem kérdezni, hogy mi a fontosabb, az e-sport vagy a szabadidősport, és én mindig azt mondom, hogy mindenki sportoljon. Ennek megfelelően természetesen a szabadidősport aktív eltöltését kell támogassuk és segítenünk, hiszen hogyha mindenki sportol, akkor lesz utánpótlás nevelés, és hogyha megfelelő létszámú gyerek utánpótlásból tudnak válogatni a szakemberek, akkor az élsport is rendben lesz. Ez azt jelenti, hogy igen, kiemelten kell támogassuk a szabadidősportot is, ennek megfelelően jönnek a különböző programok és a támogatások. Most, hogyha megnézzük a harmadik a programot, itt Nyíregyházán a pályázat során a nyertes pályázat 15 millió forintig lehetett, hogy kapjon támogatást, ezt el is nyerte Nyíregyháza. Itt a Magyar Szabadidősport Szövetség a lebonyolítója a programnak és a programnak a felügyelője. Ugye ennek megfelelően meghozta a döntést, meghoztuk közösen a döntést, és elindulhat hamarosan ez a program itt Nyíregyházán is, amelyről azt kell tudni, hogy például a nyugdíjas korosztályú itteni lakosok ingyenesen tudják használni az Aquarius élmény fürdőt, egy regisztráció szükséges hozzá, és már tudnak is menni. Hamarosan indul a Hiszek benne sport harmadik alprogramja, a Magyar Szabadidős Sportszövetségre milyen feladat hárul ennek a programnak a lebonyolításában? Nagyon fontos, és ez nagyon megtisztelő államtitkár azt mondta, hogy ránk bízta az Országos Szövetségre ennek a programsorozatnak a lebonyolítását, szervezését, és mi vagyunk a közreműködő szervezet. Ez azt jelenti, hogy mi magunk nem pályázhatunk, mi vagyunk a pályáztatók, és hozzánk érkeznek be azok a pályázatok, azok a szakmai anyagok, amiket nekünk ugye első körben bírálnunk, illetve javaslatra fel kell terjesztenünk az államtitkársághoz. Első körben ez nagyon gyorsan sikerült, mert nagyon nagy az igény, ez most is látszik ezekre a programsorozatokra, nem csak a szervezetek részéről, hanem úgy néz ki, hogy a lakosság részéről is, hiszen ki nem szeretné, hogy heti rendszerességgel tudjon sportolni, és mindezt ingyenesen, térítésmentesen. 2-3 évtizeddel ezelőtt csodabogárként tekintetek arra, aki mondjuk rendszeresen futott vagy kerékpározott, manapság azonban gyakorlatilag millióan űzik valamilyen szabadidősport ágat. Mi a tapasztalat, mekkora igény az ilyen programokra? Igen, körülbelül mára már csak két kérdés maradt, legalábbis az én fejemben, mint Országos Szövetség társadalmi elnöke, az, hogy azok, akik rendszeresen mozognak, azok a heti egy rendszeres mozgást elégnek tartják-e. Ugye a program ezt a heti egyet tudja térítésmentesen biztosítani, de mi ezzel arra szeretnénk buzdítani a szabadidős sportolókat, akik már aktívak, hogy nyilván ennél jóval többet, hetente kétszer-háromszor lemenjenek és mozogjanak, és valamilyen mozgásformát válasszanak. A második kérdés, ami maradt, ami talán még fontosabb, hogy akár a térítésmentesség miatt, vagy a szakmai program kiterjesztése miatt lesznek-e új szereplői a szabadidős sportbázisnak, tehát nem csak azok jelennek meg, reméljük a, úgymond a piacon, rossz szóval, a szabadidős sport területén, hanem új arcok is, és itt nem csak a fiatalokra gondolok, hanem korra nemre való tekintet nélkül azok, akik hetente egyszer sem mozogtak eddig, és most legalább az egy alkalmat, ha más nem, a szervezett program és az ingyenesség miatt igénybe fogják venni, és remélhetőleg megszeretik azt a mozgásformát, amit épp a mi szakembereink helyszínen tudnak biztosítani. Polgármester úr, Nyíregyházán jelentették, hogy indul a Hiszek benne sport országos programsorozat harmadik alprogramja. Hogyan illeszkedik ez a nyíregyházi sportkoncepcióba? Nagyon logikusan, természetesen, hiszen arról van szó, hogy 15 millió forintot nyertünk a sportcentrumon keresztül, és ebből a nyugdíjasoknak szeretnénk ingyenes fürdőlátogatást biztosítani mozgással. Ez régi vágya a nyugdíjasoknak, az idősügyi tanács többször javasolta, csak hát ugye ennek a megvalósítása nem annyira egyszerű. Most a sikeres pályázattal ezt el tudjuk kezdeni. Köszönhetően Szabó Tilde államtitkár asszony közbenjáró támogatásának, hiszen ezzel ki tudjuk bővíteni azt a kört, amit ugye korábban is nyertünk, épp néhány héttel ezelőtt adtuk át azokat a sporteszközöket, amelyeket a Mozdonyíregyháza program keretében a gerinctornások használnak. Ezzel már azt gondolom az infrastruktúra eszközök után a programokat is tudjuk bővíteni, nagyon örülök neki. A sportoláshoz a szándék mellett létesítményekre is szükség van, ugye egy jégpályával megazgatott a megyeszékhely, milyen újabb beruházások vannak folyamatban? Épp a mai közgyűlés napirendjén szerepelt a további 9 szabadidő kondipark, amit az idén megvalósítunk, megépítünk, és lesz még pluszba 2 futópálya,
aminek szintén megvan a helye. A szabadidősport érdekében nagyon népszerűek a szabadidőkondi parkok, nagyon népszerű az erdei tornapálya, korosztálytól függetlenül. Népszerűek azok a programok, amelyek évek óta futnak Nyíregyházán, most jön a nyuszi futás, van Mikulás futás, a Szépkorok olimpiájától az ovi focipályák kihasználtságáig. Nagyon-nagyon jó érzés azt látni, hogy nyíregyháziak sportolnak, igénybe veszik ezt, beillesztették a mindennapjaikba, soha ennyi ember nem sportolt Nyíregyházán, és ennek a jótékony hatását, én azt gondolom, mindenki egyénileg, családban és városi szinten is élvezzük, remélem, hogy még jobb kondíciónk lesz, kevesebbet leszünk betegek, és egészségesebben élünk. Matematikailag is biztossá vált, hogy kiesett a Szuperligából a Nyíregyházi Teke Klub. Az NTK a Balogúnyom csapatát fogadta, és a vendégek 5-3-os győzelemmel távoztak a Városi Stadion Teke csarnokából. Úgy gondolom, hogy az akarással nem volt gond, mindenképpen oda tette magát a csapat már az előkészületek folyamán az edzéseken is, és ezt a mérkőzést is már nagyon vártuk. Igazából nem volt egy olyan kiemelkedő eredményünk, pedig annak ellenére 2-0-val kezdtünk, a Magyarorsi Péter is 560 felett dobott, a Kastura Zsolt is 567 fával hozta a fontos csapatpontot, azonban középen mégis sikerült a vendégeknek megfordítani a párharcot, bár hozzáteszem, hogy a Hete Alex és a Szegő Levente sem dobott önmagához képest olyan rosszul, de az ellenfeleknek minden sült. Míg a zárósorban egy szoros csatával 24 fás hátránnyal mentünk fel, és a Dezsőnek az első szettje nagyon jól sikerült, míg nekem is sikerült kapaszkodnom, azonban onnantól kezdve fej-fej mellett haladva csak nem sikerült faragni a hátrányunkat, és az utolsó szettbe végül is már azt lehet mondani, hogy feladtuk a mérkőzést is. Míg a hazaiak részéről a Dezső révén még egy csapatpontot sikerült szereznünk, nekem sajnos nem sikerült, és így alakulhatott ki, hogy 5-3 arányban mégiscsak alul maradtunk a Balogonyom ellen is. Ezzel matematikailag is biztossá vált, hogy a csapat búcsúzik a legmagasabb osztálytól. Milyen a hangulat? Hát 18 vereség után nem számíthatunk valami jó hangulatra, abszolút csalódottak vagyunk. Csalódottak vagyunk igazából önmagunk miatt. Úgy gondoljuk, hogy játékos állományilag nincs helyünk a kieső zónában, de a tabella mégiscsak azt mutatja, hogy jelen pillanatban nem vagyunk a Szuperligában valók. Több olyan mérkőzés is van, ahol néhány fákon múltak a fontos csapatpontok, belső pontok, akár a nagy csapatpontok, de ez most valahogy egy ilyen év, hogy tényleg abszolút semmi és semmi nem akar sikerülni. Nagyon hiányzik a Szlovenszky Tibor, tisztában vagyunk vele, hogy mínusz 100 fával indulunk minden egyes mérkőzésen, hát látszik, hogy a Szuperligába ez már nem fér bele. Igazából még van hátra 4 forduló, ezt hősiesen majd le kell játszanunk, és mindenképpen a jövőre gondolva átvészelni ezt a pármérkőzést, és akkor leülni, hogy mit szeretne a csapat az NB1-jel kapcsolatban. Mi a minimális cél? Említetted, hogy 4 meccs van hátra, gondolom azért nem szeretnétek úgy befejezni a bajnokságot, hogy egy győzelem se legyen a csapat neve mellett. Hát igazából most már innentől kezdve nincs elvárás. Azon sem csodálkoznék, hogyha mind a 4 meccset megnyernénk. Titkon azért mindenképpen szeretnék több mérkőzést is még ennek ellenére is megnyerni, hogy azért lássuk azt, hogy mégiscsak van tartása ennek a csapatnak. Azonban, hogyha nem jönnek ezek a 3003 fás hazai eredmények, akkor, mint láthatjuk a Szuperligában, ezzel nem tudunk nyerni. Mindenképpen csapatfában kellene fejlődnünk. Hiába vannak meg a jó egyéni teljesítményeink a korábbi meccsekhez képest, valahogy csapat összfában mégsem elegendő. Ebben mindenképpen fejlődnünk kell. Nagyon bízom benne, hogy most már egy-egy játékos a 600 fát megközelíti majd ebbe a szezonban, még amik hátra vannak, és ezzel már valóban itt haza tudunk egy Ferencváros ellen, vagy majd egy Zsalgózd ellen elcsípni pontokat. De mindenképpen bizakodóak vagyunk, most azt lehet mondani, hogy ajkai meccsen is, ahol mi soha nem kaptunk ki, bár hozzáteszem, hogy már most a csapat úgy áll hozzá, hogy nem a legerősebb összeállításba utazunk. Szlovenszky Tibor mindenképpen továbbra is hiányzik, nem túl jó előjelek, de valahogy le kell játszani ezt a 4 mérkőzést, és mindenképpen szerintem a jövő reménységének kell majd lehetőséget biztosítani, hogy egy kis rutint szerezzenek ilyen szuperligás felnőtt meccseken. 2 győztes mérkőzéssel zárt a dunántúli túráját a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese Székesfehérváron és Zalaegerszegen is 14 ponttal nyert a házigazda ellen.
Ezeknek a mérkőzéseknek azért megvan az a veszélye, hogy ugye második napra már esetleg belefuthatunk egy olyan fáradtságba, ami esetleg nem úgy jön össze. Szerencsénk volt. Ugyan végig egy ilyen zuhogós, rossz időben mentünk, főleg amikor már Székesfehérvár indultunk tovább, akkor azt hiszem, mintha felhőszakadás lett volna. A fehérvári mérkőzés volt szerintem a keményebb, már a pont alapján nem úgy tűnik, de ugye annyira jó szerkezetű és korosztályos válogatottal felálló csapat volt, és olyan játékosai is voltak, akik régen NB1-ben játszottak, tehát hogy nagyon jól ötvöződött a fiatalok és az idősebbeknek az aránya. Hál' Istennek itt azért a dia olyan extrát kosárlabdázott, ami eredményezte azt, hogy végig vezettük a mérkőzést, és így nem volt gond és probléma, tehát a fiatalokat is be tudtuk úgy forgatni a mérkőzésbe, hogy jó legyen. Inkább ott volt egy kicsit gond és probléma talán, hogy ugye olyan magas szerkezettel tudott néha az ellenfő felállni, nekünk nem volt annyi magas emberünk, ugye sajnos a Detti az előző edzésen kedden megsérült, tehát pontosan egy olyan kaliberű játékost összetettünk, akit ugyanúgy tudunk palánk alatt, mint kívül is játszatni. Tehát ez valamilyen szinten gondot okozott. Én úgy gondolom, kaptunk egy helyek közel korrekt játékvezet, és hogyha még a büntető arány úgy is nézett, hogy mi 9 büntetőt dobtunk az ellenfél 29-et, de hát ez úgy gondolom, hogy tehát maga a játék képe alapján azért ez nem okozott gondot meg problémát, valószínűleg nekünk sokkal harcosabbnak kellett volna lenni, valószínűleg több betörést kellett volna végrehajtanunk ahhoz, hogy ez megforduljon. Sikerült a letámadásokat is úgy megoldanunk, hogy az első 2-3 támadásnál ez gondot okozott, mert eladott labdák voltak, de a következőben felismertük azt, hogy lehet ezt átjátszani, és onnantól kezdve tényleg egy ilyen gyors indulás az egyszereket tudtunk tudni a letámadás ellen. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó mérkőzés volt, olyan erőt adott, ami az Zalaegerszeg ellen másnap az kamatozhatott. Ugye ott azért megvolt megint az a gond, hogy 10-30-ra játszottunk mérkőzést, tehát ugye mi normál esetben ilyenkor nem szoktunk mérkőzéseket játszani, de az zalaegerszegi csapatnak csak így volt terve, csak így tudta ezt megoldani. Ugyanúgy bejöttek az A-val edző játékosok, tehát ugye ez ellen megint csak úgy kellett volna fölvennünk a versenyt, hogy ugye két nagy kanizsa játékvezetőt kaptunk. Egyébként lehet, hogy bennünk van a hiba egyébként, mert ugye minden mérkőzésen nekünk lényegesen több faultunk volt, mint az ellenfeleknek, tehát ezen kell nekünk is dolgoznunk innentől kezdve, hogy ezek a faultalások, ezek valamilyen szinten csökkenjenek, mert nagyon sok büntető dobhatott az ellenfél. Itt már azért érződött a fáradtság, tehát ugye itt azért már voltak azért gondjaink és problémáink, tehát így többet kellett cserélnünk. Hál' Istennek itt sem volt gond és probléma a fiatalok beszállásával, jól szálltak be, jó ütembe dobták a pontokat, és a lényeg az volt, hogy az a védekezésben is úgy tudták kivenni a részüket, hogy az idősebbek, akik előző nap is többet játszottak, azokról valami szerint elevették a terhet. Én úgy gondolom, hogy szerencsésen 2 győztes mérkőzés, 2 többet egy edző nem kívánhat. A hétvégén újabb idegenbeli meccs vár a csapatra, megint nem játékos belát időpontban, szombaton 11 órakor léptek pályára Tatán. Az igazság, hogy itt ugye a Tatának szombaton csak 11 órától van terme. Na most mondhatjuk azt, hogy nem. Tehát akkor ugye ő a hazai csapat, ő határozza meg az időpontot. Bár mi elkövettük azt a hibát, hogy mi nem hasonló időpontra tettük be az ő mérkőzését, de hát ebből tanulván a legközelebb mi is ilyen rutinosan próbálunk hozzáállni, és ugye amilyen időpontot nekünk ajánlanak, ugyanabban az időpontban várjuk vissza az ellenfeleket. Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk megint reggel kell elmennünk, megint egy olyan délelőtti mérkőzést kell lejátszanunk, amihez nem vagyunk hozzászokva. És igazából már annyi előnyünk lehet, ugye, hogy az előző alkalommal már mi Zalaegerszegen játszottunk egy ilyen mérkőzést, tehát ez majd ezzel az erővel indulunk neki, hogy ez se lehet másabb. Nem tudom, tehát a Tata az ugye egy újonnan szerveződött csapat, az előző évhez képest nagyon kevesen maradtak ott, tehát megpróbáltak Szászhalombattáról, Szombathelyről erősíteni ezt a sort. Na most ez, ahogy én elnéztem az eredményeit, tehát nekünk ezt a mérkőzést tudni kellene megnyerni, főleg úgy, ugye, hogy ezen a hétvégén csak ez az egy mérkőzésünk van, de hát ugye a labda gömbölyű, reméljük, hogy addig ugye több játékosunk nem fog megsérülni, ugye a Detti addig még biztos, hogy nem fog rendelkezésünkre állni, és innentől kezdve azért vannak bennem icipici kételyek, de hát
remény hal meg utoljára, és úgy megyünk oda, hogy mindenféleképpen mérkőzést kell nyerni. Ha már eddig ugye aránylag jól sikerült ezt az első idegenbeli sorozatot letudnunk, akkor jó lenne, hogyha nem a Hata lenne az, ahol elvérezne a csapat. Tizennyolc érmet szereztek a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei úszók a Diák Olimpia országos döntőjében. A Hódmezővásárhelyen megrendezett viadalon 7 arany, 4 ezüst és 7 bronzérem volt a termés. Egy országos döntőn, egy úszás országos döntőn Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe egy busznyi érmet hazahoztunk, hiszen valóban 7 aranyérmet, 4 ezüstérmet és 7 bronzérmet hoztunk haza, és ezzel valóban egy olyan eredményt értünk el, amelyre azt hiszem, hogy mindenki felkapja a fejét itt az országban. És hát ez a Diák Olimpia, többször elmondom, ez mindig az előszobája a versenysportnak, és én biztos vagyok benne, hogy ezekkel a fiatalokkal, akik most diákolimpikonként ezt a gyönyörű sikert elérték, ezekkel a nevekkel még sokszor fogunk találkozni felnőtt versenyeken is. Annál is inkább, mert ugye az idén ismét rendeztek A kategóriát, tehát igazolt versenyzők számára kiírt kategóriát is, és ott az ország legjobb úszóival kellett megmérkőzni ezeknek a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei fiataloknak. Így van, így van. A tavalyi évben ez elmaradt, ezt kicsit sajnáltuk is, de azt hiszem, hogy az idei év mindennél kárpótolt bennünket, és még egyszer nagyon nagy büszkeség az, és köszönjük mindenkinek a munkáját, felkészítőknek, a diákoknak és a szülőknek is, akik nagyon nagy segítsége a magyar úszósportnak, ezt nyugodtan mondhatjuk, hiszen az ő áldozatos munkájuk nélkül nehéz lenne elképzelni azt, hogy a gyerekek minden nap tudják űzni ezt a tevékenységet. Köszönjük még egyszer mindenkinek azt, hogy segítik, nem csak Szabolcs-Szatmár Bereg megye, hanem Magyarország úszó életét. Mekkora csapattal, milyen tervekkel, reményekkel utazott a Kodály az országos döntőre? Kodály hosszú évek óta résztvevőjének a Diák Olimpiának. Hosszú évek óta, talán 5. alkalommal voltunk aranyérmesek egy 4x50-es gyorsváltóba. Az idén is 2 lánycsapatunk vett részt ezen a versenyen, és egy tanulónk egyéniben 50 méter mellúszásban. Jól sikerült a verseny, bár az a bizonyos olimpiai arany azért az idén elmaradt, a 3. korcsoportos 4x50-es váltónk 3. lett, és hát az egyik szemünk örült, a másik meg sírt, mert a nagylányok, akik egy újbegynyivel maradtak le a dobogóról, sajnáltuk, hogy nekik, mint kodályos tanulóként ez volt az utolsó versenyük, és nem sikerült a dobogóra fölkerülniük. Ugye a Kodályban minden gyerek megtanul úszni, mennyien versenyeznek közülük, mennyire egyszerű, vagy mennyire nehéz a gyerekeket rávenni arra, hogy versenyszerűen ússzanak? Tulajdonképpen nem nehéz, bár a lehetőségek azért korlátozottak, mert lehet, hogy többen lennének, akik szívesen járnának edzésre, de miután mi a Júlia fürdőbe edzünk, és az iskolának a belépőjegy árát is ki, vagy a DSZ-nek ki kell tudni termelni, ezért ez egy kicsit korlátozott, de úgy gondolom, hogy minden évben lehetőséget tudunk adni azoknak, akik komolyabb szinten szeretnék ezt végrehajtani. Milyen diákolimpiai döntőben érdekeltek még esetleg ebben a tanévben a kodályosok? Reméljük még többen. Most állunk a mezei diákolimpia előtt. Úgy gondoljuk, hogy talán a 3. korcsoportos fiaink itt is jól szerepelnek, és már tavaly évben megpróbálkoztunk az atlétika versenyszámokkal, a több próbával és az egyéni pályabajnoksággal. Diákolimpiai bajnokunk is van, aki még az idén is ebben a korcsoportban versenyzik, úgyhogy várnak még ránk diákolimpiai döntők, és reméljük az országos döntőn is jó szerepelünk majd. Egy aranyérmet nyertél a Hódmezővásárhelyi országos döntőn, milyen számba és mennyire volt nehéz megszerezni ezt az elsőséget? 100 méteres hátúszásba lettem első, és hát úgy indult először, hogy nagyon sokkal voltam, jó idővel voltam benne a döntőben, és utána szorosabb lett a helyzet, és nem sikerült olyan sokkal nyerni, de sikerült megnyerni. Mennyi szoktál edzeni, és milyen számokban szoktál még úszni? Hetente szoktam 4x-5x edzeni, és hát edzésen minden számba szoktam úszni. Mit szeretsz ebben a sportágban? Az, hogy itt ez egy egyéni sportág, és nem lehet másra fogni, hogy te rosszul csináltad, meg te jól csináltad, hanem attól függ, hogy te hogy csinálod. És milyen terveid vannak az úszásban? Most A kategóriában úszok jelenleg, és ott szeretnék jó eredményeket elérni. A Nyíregyházi arany képviseletében indultál a Diákolimpia országos döntő, milyen célokkal utaztatok? A váltót nagyon megszerettünk volna nyerni, és ez sikerült. Egy nagyon jó csapatot láthattunk, mert egy olyan Arany János gimnáziumnak a csapata, aki mindent bele akart adni, hogy megnyerjék a váltót. Azt mondják, hogy ugye az úszás egyéni sportág, de a váltóknak mindig van egy különleges hangulata. Te is így érzed jobb váltóban úszni, mint egyéniben?
igen jobb, mert akkor a csapatra számítunk, és hogyha valaki nem úgy teljesít, akkor nem az ő hibája, mert lehet a csapat jobban neki is sikerülnie kéne. Te mit szeretsz az úszásban? A kitartást, amit mindig kell lenni egy embernek benne, kitartás, hogyha véletlenül valami nem sikerül, nem szabad feladni. Mennyi szoktál edzeni? Naponta olyan 7000 métert szoktam mindig úszni. És van, amikor úgy érzed, hogy most már mondjuk a felé neki kéne szállni a medencében, nagyon fárasztó? Szokott ilyen lenni, de akkor mindig azért az eszembe, hogy a legjobbat kell nyújtani, és sose kell feladni, mert akkor nem lesz az emberből sose úszó. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.